Nem tud Géza családapa. Nem tud Géza a tanár úr. Nem tud Géza művész úr. A maestro. Nem tud Gézát Oscar-díjra jelölték. Pontosabban a mester maestróját. Szeretik azt képzelni, hogy önök irányítják a dolgokat? Hogy a világ önök körül forog? Nos, M. Todd Géza Oscar jelölt animációs filmje Ébredést kínál. De ne zaklassák fel magukat, nem a mű, az alkotó következik. Ez az Abszolút, a Magyar Televízió kulturális portréműsora. Egy jó reggelt kívánok! Bemutatom a családomat, két lányom, a feleségem Éva. Szervusz, Éva vagyok. Varga Lívius vagyok. Ők pedig Anna és Eszter. Sziasztok! Szóval egy kicsit örülök is neki, meg egy kicsit zavarban is vagyok, mert ezt tudom, hogy ez valami szertartásos dolog minden reggel, ugye? Annyiban talán picit speciálisabb, vagy talán nem minden családban van, hogy nagylány szokott egy áldást mondani minden reggelinél, ebédnél, vacsoránál. Egy nagyon kedves atyánk fia, Feri bácsi, ő összegyűjtötte a Szentírásnak az összes étellel és evéssel kapcsolatos rövid idézetét, akkor is, hogyha semmiféle áldás jellege nincs a dolognak, és abból szinte véletlenszerűen szokott elhangzani egy-egy étkezésnél. Mikor eszel, és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban, fel ne fuvakodjék akkor a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgaságnak házából. Jó étvetet! Jó étvetet kívánok! Mennyire az egyetlen lehetőség ez a találkozásra a családdal? Sokáig megy a napot? Hétköznap így van, így kezdődik a nap, hogy reggelizünk, és aztán sokszor van, hogy nem látnak már estig a gyerekek. Hánykor érsz haza? Hát ez munkától függ, ha nagyon benne vagyunk a sürejébe, akkor aznap már nem is jövök haza általában. Hanem akkor csak másnap, tehát hajnaltájt félek körül. De ez azért ritka, mostanában egészen meglepően még világosban néha hazajövök. Egyébként inspiratív az, hogy gyermekeid vannak? Tehát van, hogy valamilyen munkád van, animációban, ők segítenek, hát ők nagyon, vagy bármiben? Ők nagyon, főleg nagylány, ő már komoly dramaturg. Ebben a Maestro filmben is, meg hát korábbi több munkában is ő sokat segített. Zenét megnéztük közösen. Volt olyan, hogy esetleg hezitáltunk, hogy a vége ilyen legyen, vagy olyan legyen, és akkor például egyértelmű volt az ő véleményük, hogy ez a vége a jobb. Mi volt a másik? Hogy ezt most... A másik, hogy kívülről van megmutatva a filmnek a vége, tehát a madár az órán kívülről. Értem. Az honnantól lehetett sejteni, hogy ez egy akkora lélegzetű munka, amire mondjuk Oscar bírák is felfigyelnek. A gyakorlati feltételeken túl, tehát hogy ez számot tarthat nemzetközi sikerre. Amikor elkészült, akkor láttuk, hogy ez egy erős, tehát technikailag, meg szakmailag egy erősre sikeredett munka, de hogy mennyire a nemzetközi megmérettetést hogy állja, azt nem lehetett tudni előre. És aztán elküldtük sok helyre, egyikre a másik után, és amikor másodikodik olyan visszajelzés volt, hogy ez a film tényleg jó, mert díjat kapott, vagy elismerést, vagy valamilyen jó kritikát, akkor gondoltuk, hogy esetleg megpróbáljuk ezt az Oscar dolgot. Mikor ott voltatok, tehát már a gála ment, maga a ceremónia és a kihirdetések, ott azért szóval arra mindig ilyen történetekkel igen, ki kit látott, ki mit csinált. Erre ti figyeltetek? Volt rátok hatással ez a páva világ, hogy így mondjam? Hát én szégyellem magam, de nem ismerem igazából a sztárok világát, még újságokból sem. Úgyhogy mindenki kérdezgette utána, hogy láttam ezt, azt, amazt, és sajnos még a nevüket sem ismertem. Istenem, hogy ez most ilyen nagyképűsködés akarjon lenni, de hogy a,
hogy az picit azért infantilis dolog szerintem, tehát hogy attól besokalva lenni, hogy ott van egy ember, aki már szerepelt híres amerikai filmben, aminek nagy volt a költségvetése. Tehát hogy láttunk azért a Meryl Streep, meg a Penelope Cruz, mert hát velük együtt voltunk nagyjából egy hónapig. Tehát ahol ez alatt az egy hónap, vagy szűk egy hónap alatt éltem, ott például a Morgan Freeman minden reggel ugyanakkor reggelizett, mint mi. És hát látszott rajta is, meg mindenki más ilyen embere, hogy hát ezek végzik a munkájukat, reggel reggeliznek, este mennek aludni, közben meg közben addig csinálják, amit elvárnak tőlük, forgatás, mi egyéb. Tehát olyan nagyon, lehet, hogy ilyen módon tényleg méltatlanra szállt ez a dicsőség, mert egy picit se, én nem éreztem egy picit se valami meghatottságot, hogy a szőnyeg van, vagy ilyen vörös szőnyeg, inkább komikus volt egy picit. Tehát az, hogy előttünk ment a, azt nem pontosan tudtam én se beazonosítani, csak tudtam, hogy ismerem egy hölgy, azt hiszem a Meryl Streep volt, aki mikor a piros szőnyegen mentünk, akkor a bal tribűnön levő tömegújságíró meg fotoriporter az ott úgy csattogott, hogy így ragyogott az egész nő előttünk. Akkor jöttünk mi ketten, akkor egy darab fénykép el nem készült, és mögöttünk jött a, hogy hívják azt a komikus? Eddie Murphy. És akkor megint a flashek vibráltak és cikáztak, és mi szépen anonimusként a magyar árnyék végigvonult a vörös szőnyegen. Ez egy ilyen furcsa díszlet, ahol te is kellék, vagy mi is ugye kellékek vagyunk. Tehát ott a igaz, hogy kiemelt díszei ennek a nem tudom minek, ennek a egész kirakatnak, de végül is pótolható és csereszabatos és évről évre cserélődő kellékei. És ez annyira úgy néz ki, hogy amikor kimegy valaki a büfében, ezt a 4 vagy 5 órát nem lehet egy üléssel végülni, akkor az árnyékból valahonnan, sehonnan statiszták beülnek a helyemre. Tehát ha én kimegyek, akkor... Tessék? Vatta emberek. Én vatta emberek, igen. Tehát akkor, amikor totált mutat a kamera a nézőtérről, akkor úgy nézzen ki, hogy sehol egy foghi, sehol egy üres szék, hanem mindenki a helyén, és mindenki ámul és ragyog. Talán a legjobban sikerült meccést, azt megmutatnám szívesen, az almafa, mert ezt elég régóta ilyen szomorúra metszük, mint hogyha valamilyen fűzfa lenne. Miért is? Hát ennek praktikus oka van főként, de azért esztétika is. Ugye praktikus oka az, hogy így le tudjuk szedni az alma zömét, de egyébként meg azért szeretem, mert szép. Tehát így igazából az egész kerti munkában én a meccést szeretem legjobban. Mindenhol szereted, hogyha szép kép van? Így van, így van. Ezt a meccést, ezt tanultad, vagy valami hobbi, kerti hobbi könyvből? Édesanyám nagyon, nagyon ért hozzá. Mondjuk a meccés az egy struktúra csinálás. Nagyon hasonlít a filmcsináláshoz. De ez tényleg így van. Tehát amikor egy fát, miközben az ember úgy egyedül van és metsz, akkor tulajdonképpen érthetőre kell metszeni a fát. Én nekem leginkább ez a... Tehát mivel nem tanultam, és nem az van, hogy hanyadik szemre metszi vissza az ember, vagy hanyadik rügyre, vagy mire, ha érthető a fa, és nem nincsenek visszahajló ágak, fölöslegesen összekaszabolondó ágak, nincsenek beteg ágak, akkor az egy olyan érthető rendszeré válik. Szóval rejtvényt fejtesz, vagy mivel ütöd el az időt a héven? Hát vagy attól függ, hogy vagy rákészülök a napra, vagy pedig itt szokott ebben lenni ilyen fejtörő, sudoku vagy sudoku nevű, az nagyon kiváló időtöltés. Meg pont annyi ideig tart ennek a kettőnek a megfejtése, amíg beérek Margit Híthoz, és ez pont elég fejtörő. És úgyhogy hívvel utazol, ez környezettudatosság? Ne pöfögjön fölöslegesen az autó? Nekem sokkal kényelmesebb az, hogy innen hívvel megyek, mert még Budapesten nincs autó, de van egy olyan oka is, hogy én például nem tudok vezetni. Ba. A feleségem vezet nálunk, van is egy autója. Nekem sincs jogosítványom. Nagyon örülök. De szerintem menőbb, ha azt mondjuk, hogy környezettudatosak vagyunk. Pont fél óra kell beérek, és addig úgy rá lehet hangolódni Budapestre, meg az egész aznapi munkára. Úgyhogy körülbelül benn vagyok, hogy 8:45, 8:30 felé a városban,
és akkor este felé vagy délután ugyanez csak visszafelé. Ez ilyen átvívő rejtek út a két külön világ között. Olyasmi. Van ez a nagyon szép Miyazaki Hayao film, a Chihiro. Ott van ez a hosszú alagút. Igen. Az egyik világból a másikból. Ez hasonló. Igen. Amikor én 88-ban idejöttem ebbe a kertbe, mert itt végeztem aztán 92-ben először az animációszakon, akkor már én tudtam, hogy felvettek biológusnak, mert jól sikerült a felvételi, és ide pedig a felvételén építészakra jelentkeztem, és aztán ide arra is vettek föl. És emlékszem, akkor voltam életemben először itt az egyetemen, vagy akkor még főiskolának hívták, Budapesten sem nagyon sokat voltam előtte, és nagyon örültem, hogy egy olyan helyen van esélyem tanulni, ami ilyen gyönyörű. Tehát ez az egész kert és a kertben ezek az épületek, ezek nagyon közel voltak hozzám. Volt egy alapképző, tehát akkor még szakoktól függetlenül kezdtük el a tanulást, és első után kellett úgy nagyon igazából elkezdeni valamelyik szakra járni, és akkorra én bennem az érett meg, hogy építész még bármikor lehetek, bár ez persze lehet, hogy az építészek rossz néven vennék, ha ezt hallanák. De Jankovics Marcel indította az következő évnek az animációs osztályát, és akkor úgy éreztem, hogy nagyon szeretném, hogyha ő tőle sok mindent tanulhatnék. Tehát akkor nem önmagában az, hogy én indul egy animációs osztály, hanem a Jankovics Marcel neve volt az, aki téged... Nem is a neve, hanem én ismertem a filmjeit, és nagyon érdekelt az egyénisége, személyisége, és aztán elmentem hozzá, megkérdeztem, hogy azok alapján, amiket én eddig csináltam, szívesen fölvenne, mondta, hogy nem, de tehát nem szívesen, de tulajdonképpen ad egy esélyt. Aztán hárman kezdtük el, és akkor, mikor én végeztem 92-re, addigra a másik két évfolyamtársam ők halasztottak, tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy egy ilyen kezdés után végül is egy olyan viszony alakult ki, hogy ő volt az osztályfőnököm, én pedig voltam maga az egyszemélyes osztály. Volt egy ilyen pont, egy mozzanat, amikor megvilágosodásként eldöntötted, hogy animátor leszel? Még nem jött el ez a pont. Ezt tudom mondani, tehát nem, tehát ha így meg kiírjuk, meg nem tudom, aláírásként is, ha egy levél alá kerül, akkor oda szokott íródni, hogy animációs filmrendező, de belenézek a tükörbe, és nem egy animációs filmrendezőt látok. Tehát ennél ez... Hanem mi? Nem. Csak megfogalmazod magadnak néha. Volt egy időszak, ez lehet, hogy kicsit ilyen nyegle, vagy gőgösködős dolog, hogy a névjegykártyámon csak a nevem volt, és mindenkinek úgy töltöttem ki, ami az adott személynek vagyok. Tehát én nem akarok, most mit tudom én, neked adnék, akkor nem akarnám, hogy a névjegykártyámon az egy animációs filmrendező, mert lehet, hogy nem ez az érdekes, lehet, hogy nem tudom, a neked kert... Neked a zenésznek azt írnád, hogy Hajdan volt csellista. Hajdan volt csellista. De nem tudom, még mindig játszol valahol, nem? Hát amikor lehet játszol, mostanában inkább már csak családon belül, mert most elég kevés idő van. Ebből a koncertanimáció műfajból, amiről lehet, hogy érdemes beszélgetni, készítettem először Bartókkal kezdtük. Bartók színpadra írt műveiből kettőt készítettünk el, a Mandarin és a Készakállót, aminek az a lényege, hogy a zenét nem bánjuk egy picit se, tehát nem degradáljuk filmzenévé, hanem megy koncertszerű formában maga élő módján, és én helyben, a zenekarban ülve egy erre készített szoftverrel, mint egy VJ, szinkronizálom a képeket. VJ az olyan, mint a disc jockey, csak képekkel. Igen. Annyi különbség. És a zenészek között? Igen. Hát vagy a zenészek között, vagy egy ilyen zongorista szóló állásban. Tehát és akkor téged is vezényel a karmester? Engem is vezényel a karmester, nekem van egy kottám, és én zenéltem korábban egyébként vonós kamra zenekarokban, bőgőztem, meg csalóztam, úgyhogy tehát ilyen rutinomban... Hát akkor ez neked otthonos helyzet. Akkor tudok nyugodt lenni a munkáimmal kapcsolatban, hogyha ha úgy érzem, akár
több év távlatából is, hogy ezt én akkor ott azzal a tudással, azokkal a lehetőségekkel ennél jobban nem tudtam volna létrehozni. Az animáció az egy nagyszerű műfaj, mert annyira integráló dolog, tehát ugye egyszerre kell zenész légy, rendező, színész, képzőművész, igen, animátor, valamiféle manuális készség is kell hozzá, és jó dramaturg, valamelyes író. Tehát ugye ez egy eléggé összművészeti dolog. Mindig ez a fajta lazaság volt jellemző az órára? Nincs lazaság. Nekem úgy tűnt. Nem, kimondottan számon kérős órák vannak. Azt igyekszem nagyon gyorsan kiírtani, hogy korábban az egy ilyen gyakori válasz volt, hogy hát erre az órára nem jutott eszembe semmi. Tehát ezt azért elég gyorsan megtapasztalják a hallgatók, hogy ez nem jó válasz. Mert hogy ez nem azért, mert hogy ilyen lápúrlár szigorkodás, de ez kóklerség, tehát ez szakmaiatlanság. Hát olyan nincs, hogy nem jut eszembe semmi, ha nem jut eszébe semmi, akkor nem alkalmas erre a munkára szerintem. És ezek egy délutános megoldások, de nagyon helyen vannak. Egyszerre kollegialitás van, de nagyon komoly számú kérés. Tehát nem is tudom, hogy mentek el kényszerűségből más szakokról annyian, mint az animációról, mert nem tudtak teljesíteni. Most hol vagyunk pontosan? Ez az animáció szaknak az egyik felvételi helye. Itt szoktuk készíteni a báb animációkat. Most éppen egy harmadéves vizsgafilm készül Vonházamra. Animál. Ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy hát megmozgatom a figurát, és ezáltal életre kell. Kockánként mozdítunk a bábon, és ezt leexponáljuk, és ez így megy tovább, és ezt sokszor, nagyon sokszor. Külön-külön van minden fázisról egy-egy fotó, és akkor ezeknek a gyors egymás után pörgetése teszi majd mozgóvá, filmi. Mutass esetleg egy olyan szekvenciát, amivel össze van fűzve egy esetleg másik jelenetet. Jó, mutathatok. Szekvenciának hívják a mozdulatokat, vagy a... Hát az összefűzött jeleneteket. Aha. A néni jön, az is zseniális, hogy hogy lehet milliméteres mozgásból közben arra figyelni, hogy öreges legyen a mozgása. Ez hány kocka volt egyébként? Ez egy olyan 200 kocka. És az mennyi idő megcsinálni? Ha már így együtt van a díszlet, tehát magát hát a mozgást kell csak csinálni. A 200 kockát, ezt egy olyan 12 óra alatt vettük föl. Húzd be egy kicsit előbb, tehát mikor megérkezik a végén, zsutt, igen, úgy menjen le, tehát megérkezik le, és akkor abból föl tud állni, és akkor abból jól ki tudna egyenesedni. Mm. Tehát itt mindenképpen először most lehány, és kb. Most arra emelkedik fel. Mennyire instruálható egy animátor, illetve mennyi szabadságot kaphat? Ebben a műfajban, a komputer animációban ez a legnagyszerűbb dolog, hogy egy-egy animátor el tud látni egy teljes figurát, és akkor azt úgy animálja, mint egy színész, amikor játszik, és ilyenkor az animátorok úgy is instruálhatók, mint hogyha színészek lennének. Tehát itt, amikor ezt a karaktert elkezdte Árpi mozgatni, akkor én olyan dolgokat kértem tőle, hogy elmeséltem neki, hogy ez a karakter kicsoda-micsoda. Most a Maestrónál tudunk valamit annak a karakteri utasítására, emlékszem még? Arra egészen pontosan emlékszem. Ott mi volt a feladat? Hát ugye ott ugyancsak két fő karakter volt, illetve igazából három, mert az egyik ez a gépkar volt, a másik a madár, a harmadik pedig a kamera, amelyik mozog folyamatosan. És Árpival azt fejlesztettük ki, hogy egy picit ilyen, ugye ezt a madarat, ezt óránként egyszer falhoz csapják, vagy hát fejével kell kilöki az ajtót, ettől egy picit zizi a karakter, tikkel is a szemével, de hajlamos percekre elfelejteni, hogy mi vár rá,
és ilyenkor élvezi, hogy ki van szolgálva. És élvezi ezt az állapotot, amiben egyébként szívesen lenne szereplő, ha nem várna rá az ugye időről időre ami. Úgyhogy ez egy viszonylag jól megfogható figura. A másik karakter a picit sértett, helyhez kötött, tehát a egyik végén lefixált lakály karakter, az pedig ugye egyrészt hihetetlenül pontosan mindig oda nyúl, ahova kell, de amikor éppen van egy tized másodpercnyi laufja, akkor csinál valami olyan mozdulatot, amit csak a saját szórakoztatására csinál. Tehát ezt megengedi magának, hogy ugyan ő precízen végzi a munkáját, de amikor ezzel senki munkáját nem hátráltatja és senkit nem bánt, akkor egy kicsit szórakoztatja magát. És akkor ezeket úgy közösen megbeszélgetjük, és azt nézzük meg, hogy ezek a karakterek aztán, amikor mozognak, hogyan tudnak megjelenni a mozgás által. Nagyon hasonlít a báb animációra. Nem lehet elsumákolni. Nem lehet elsumákolni. Egy figura az arra képes, amire te megépíted. És itt ugyanígy. Ennél a figuránál Árpi olyan csontot épített ehhez a figurához, amit a karakter mozgása megkívánt. Azok egyik fontos különbség például, hogy még a báb animációban ugye minden egyes képkockát leanimálnak. Addig itt csak, mit tudom én, 5-6 vagy akár 10 kockánként nem kell minden kockát megmutatnunk neki, mert azt kiszámolja a köztes fázisokat. Egyrészt, másrészt pedig ami a nagy előnye a báb animációval szemben, hogy állandóan korrigálható. Míg a báb animációban, ugye, hogyha véletlenül valamit elrontasz, de csak egy-két képkocka erejéig. Egy oda nem illő fény. Egy oda nem illő fény mondjuk, vagy esetleg egy ügyetlen mozgás, vagy esetleg valaki véletlenül meglöki a kamerát, akkor azt a jelenetet újra lehet kezdeni. Azért a komputer animáció ebből a szempontból biztonságosabb és jobban kiszámítható. Szóval a Dunának van valami speciális hatása a lelkedre? Hát van. Tehát mondjuk ez a Duna, ez én nem lévén budapesti, főleg abban az első időben, amikor ide felkerültem Budapestre Veszprémből, ami viszont vagyok, tehát veszprémi, akkor ez egy jó helyszín volt arra, hogy ha valamit nagyon merre vettem, akkor itt ez ugye azért megnyugtatja az embert. Meg ugye úgy eltörpülnek, igazán helyére kerülnek a dolgok. Akkor megjöttél az Oscar díjkiosztóról, akkor nem ide vezetett az utad a Dunához? Nem. Szóval ez azért már régebb, 10-15 évvel ezelőtt volt, hogy tudott valami annyira izgatni, vagy annyira merre vettem sérelmeket, hogy úgy éreztem, hogy itt nagy magamba szállás kell, hogy ez megszűnjön. Már azért ez a önmarcangolós díj, ez hála Istennek elmúlt. Igazából meg mit éreztél akkor? Tehát akkor nem volt önsajnálat, csalódás kellett, hogy legyen? Hát akkor volt csalódás, persze, mert igazából a csalódás is annak volt köszönhető, hogy annyira sok fórumról ott bedumálták nekünk, hogy ennek komoly esélyei vannak ennek a filmnek. Ehhez képest azért tényleg ilyen játszottam gondolattal, hogy esetleg azt el lehetne hozni, de ez nagyon gyorsan elkopott. And the Oscar goes to... Here we go. The Danish poet. Ez a csalódás, ez legfeljebb a fél óráig tartott. Tehát az, hogy ez most idáig ment, ez egy nagyon örömteli dolog. És ne felejtsük, hogy 44 díjat gyűjtött, ezt vagy hányan? Ez volt a 40. díj. Az Oscar jelölés volt a 40. Hát ez... Itt sajnálkozásról, meg önsajnálatról, de szép rablás volt. Megtalálnak a halak. Itt nem volt szó. Inkább tényleg, amit reggel a nagylányom asztali áldás gyanánt olvasott az egyiptomi kivonulásra való utalással, hogy akkor, amikor jól megy a sorotok, szép házakat építetek, és mindenfélével, finommal tele a hasatok, fel ne fuvalkodjék akkor a te szívetek, és el ne feledkezzetek az Úrról, aki kihozott titeket. Tehát ez a fel ne, ez egy program, ez egy ilyen életprogram. Tehát nem az a kérdés, mindig hogy... Mindig is neked ez? Hát ez egyre inkább. Elismeréskor egyből jön egy figyelmeztető fénynálat, hogy el ne szállj, Géza. Igen, bár ez az el ne szállásnál a fel ne fuvalkodjék, akkor a te szíved az talán még kedvesebb megfogalmazás. Ez nagyon fontos. Itt talán természetes is, tehát a nagy vizek mellett, Babilon vizeinél, vagy bárhol mondjuk a Budapest vizeinél, ez valahogy olyan kézenfekvőbbnek, meg jobban illusztráltnak tűnnek ezek a dolgok.